Balatonfüred vendégeként folytatja bajnoki szereplését az Eger SBS Eszterházi. Repó Dánielt kérdezem, hogy látod az esélyeket, mire számíthatunk a Balaton partján? Mindenképpen megsüvegelendő, amit a Balatonfüred az idei szezonban elért, mind a bajnokságban, mind a Magyar Kupában. Egy nagyon jó szerkezetű és dinamikus csapatról beszélhetünk. Nagyon komoly játékerőt képviselnek, fiatalok és roppant erősek. Én úgy gondolom, hogy bennünk ég a bizonyítási vágy. Remélem, hogy ez a bizonyítási vágy nem fordul át görcsösségbe, mert tényes való, hogy a tavaszi szezont azt nem úgy kezdtük, ahogy elképzeltük, meg nem tudtunk fölnőni ahhoz a feladathoz és ahhoz a szinthez, amit ősszel letettünk az asztalra. Azon van a csapat hetek óta, hogy ezekre a kérdésekre, amiket nem tudtunk megválaszolni magunknak, meg tudjunk válaszolni, ezért dolgozunk nagyon keményen már több hete. Ezen a héten is az egész hetet végig dolgozunk, függetlenül a március 15-e ünneptől. A hét elején Zömében kettőt edzünk naponta, videóval készülünk a Füredre, aztán ahogy megyünk ki a hétből, közeledik a meccs, már csak egy edzéssel készülünk rájuk. Mennyire jelenthet az könnyebbséget számunkra, hogy a Balatonfüredet említetted, hogy egy nagyon jó szezont fut, ott vannak a közvetlenül a top csapatok mögött, mennyire lehet ez esetleg nekünk előny, hogy ők már azért nagyjából megtalálták a helyüket, mi viszont még keressük ott a középmezőnyben? Én úgy gondolom, hogy ez nem jelent előnyt, szerintem ők nem szelektálnak a meccsek között, ezért is vannak azon a pozícióban, amiben vannak. Ősszel ugye hazai pályán sima vereséget szenvedtünk, ebből mennyi tanulságot lehet levonni, mennyire lehet ezt esetleg az akkori tapasztalatokat most kamatoztatni? Mindenképpen visszanézzük, én úgy gondolom a hazai meccsünket, és azokból a hibákból tanulunk, amiket ott elkövettünk. Ha ezeket már redukáljuk, akkor közelebb kerülhetünk hozzájuk.